rajzolni, még szépen se tudok írni. A Wacom Magyarország forgalmazója elküldte nekünk a két legújabb rajztábláját, ami a Wacom One Pen Tablet Medium és a Wacom One Pen Display 12. Fun fact, erről még a hivatalos oldalon se találtam semmilyen termékspecifikációt, még náluk sincs kint, mert nem tudtuk onnan behúzni, úgyhogy innen, ezt majd később mutatom meg, a dobozról fogunk csalni, viszont erről elég sok mindent találtam, bontsuk, kinézzük meg. Maga ez a kis rajztábla 7,9 mm vastag, 350 g, akár 15 órás üzemidővel bír. 60 fokot tud az a kis ceruza, ami jár hozzá, amihez semmiféle csatlakozás, semmiféle elem nem kell. Ahogy a hegye hozzáér, ez érzékelő, hogy milyen szögbe hajlik, és elvileg visszaadja azt, tehát arra vagyok majd kíváncsi, ezt ki is fogom próbálni, hogy elvileg ő már próbálja azt elérni, amit az iPad-ek tudnak, hogy majdnem olyan, mintha papírra rajzolnál, megírnál. És ezért emelik ki ezt a 60 fokos dőlési szöget, mert ugye itt egy rendes hegy van bent, ami kopik, és az lehet venni plusz hegyet is. Tudom, mert páramnak már volt ilyen Wacom táblája, amúgy nagyon jók a Wacomok, nagyon sok extra van hozzá, az az igazi jó cucc benne, majd itt is mindjárt mondok egy-két dolgot. És ezt nagyon kiemelték, ezt most ki is próbáljuk, hogy ez a 60 fokos, hogy így érzi, hogy nem az, hogy félrehúz vonalat, vagy nem húz olyan vastagot, hanem érzékeli a 60 fokos dőlést. Erről kicsit többet beszéltem, mint akartam, de nem baj. A toll amúgy ilyen EMR, elektromágneses rezonancia technológiát használ. Itt van hozzá rögtön a magyar, jó, srácok, magyar használati útmutató, ez nagyon fontos. Mostanában ez nyártók úgy oldják meg, hogy honlapra töltik föl, se. Tehát, hogy nem sikerül a magyart. Ez nagyon fontos, ez hatalmas piros pipa a Wacom. Piros? Zöldet akartam mondani, bocs. És itt van maga a kis rajztábla, ami nekem már volt egy ilyen régebbi modell a kezembe, de ez tényleg nagyon vékony, nagyon jól néz ki. Ez a tapi érzékenysége, ez 4096. Ez a nyomás, ez nem tudom mit jelent, jó, nem értek hozzá, ezt olvastam, ezt tudja, ez elvileg már egész jó. Ó, illetve az egész toll, itt is van a toll, egy ilyen UD technológiát használ, tehát amúgy elvileg a harmadik fél tollait is engedi. Itt van maga a toll, amin vannak ilyen programozható gombok. Itt van neki egy ilyen kis belefűzhető cucc, és akkor itt van ez a kis hegy, ami mozog, ezt majd kipróbáljuk. Ez semmilyen mágnes, semmilyen cuccot nem tartalmaz, úgyhogy ezt majd... De szerintem ezekhez is lehet kapni, mint az iPad-hez ilyen tokot, amiben belefér a ceruza. Itt van hozzá még papíró, Quick Start Guide, angolul, ez már angol, de ugye itt van a magyar. Na, itt van hozzá a töltésünk, ami egy ilyen C-t használ, és 45 fokos C, de király, de örülök, hogy csak C, mert ugye akkor másik C-vel is tudjátok tölteni, ez itt van fönt a bekapcsolóban mellett. Hegyek, aha, ebben lesznek a hegyek. Jó, jár hozzá alapból 5 darab, tehát 10 darab plusz helyet kapunk hozzá, 5 darab van egy csomagban. Ez azért menő. Ez jó sokáig kitart, kencsök, mennyi darab kop el egy hegy amúgy. Maga a tablet amúgy tök érdekes, ilyen plug and play, full plug and play funkcióval rendelkezik, tehát Chromebookra, Windowsra, Androidra és MacBookra rádugjátok, rögtön felismeri. Annyi, hogy a MacBookon kívül mindenhol azonnal letölti a szükséges drivereket, illetve Androidon egy speciális app kell neki, hogy tudjátok használni. Úgy kíváncsi vagyok csak így, hogy húzom. Hát amúgy ez iszonyatosan sokat javult ahhoz a Wacom CTL 720-hoz képest, amit használtam, amit alig érintem hozzá, de nagyon kényelmes használni. Látszik? Erre, eltolok mindent. Természetesen amúgy a Wacom Centerbe beregisztráljátok, akkor a Wacom Adventure programon belül kaptok rengeteg ilyen tutorial videót, meg mindent. Megmondom őszintén, hogy most kipróbálom ezt a 60 fokost, tényleg tök jól érzékeli a dőlést, illetve próbáltam már Apple Pen-t a tablettel, nem ugyanaz, de közel van. Tehát sokkal jobb, mint a régi Wacomok. De ezért az upgrade-nél amúgy el is kérik az árat. Na nézzük ezt a Wacom One Pen Display 12-t. Rögtön kiszúrja a szemet ez a Silver garancia, ingyenes egyórás konzultáció. Fők lennek, szerintem több gimmicket soroltam fel ezekhez a rajztáblákhoz, mint sem megső rajzoltam. Igény szerinti ingyenes cseretámra, javításkor letölthető magyar nyelvük, kedvezni ilyen szoftvervásárlási lehetőség. Bazzeg! Ez nagyon jó. Ja igen, meg akartam nézni, hogy nincs adatunk róla. Mit írnak a hátulján? Gondolom a Pen Display 12 az, hogy 12 szolos. Látok itt C-s portjelöléseket. Windows T, Mac, Android, akkor ugyanazt tudja. Gondolom plug and play mindenhez jó. Itt ilyen érzékenységet akarnék keresni, de nem találok. Mondom, még a hivatalos oldalon sem volt leírás. Így néz ki. Ez már kicsit vastagabb, mint a sima rajztábla, de hát ugye van benne egy kijelzőnk is. Van rajta két darab C?
Az igen. Milyen kis talpai vannak, ezt így lerakjátok, és tökre nem mozog. Itt van hozzá egy ilyen quick start, hogy így... Ja igen, mert ezt külön tudod tölteni mellette is, és közben tudod gépre is kötni. Nagy királyság. Itt van a quick start guide. Nagy itt is a vakumos programot mondja. C energiaosztályú. Ez nem tudom, hogy fontos-e. Havi számlába, lehet grafikusok nektek, igen, lehet az árképzést így kell, hogy így, srácok, én egy C-sán rajzolok. És itt van a toll, ami ugyanezt a fehér dizájnt kapta. Jól néz ki. Itt van megint a hegy, két csomagot látok benne, gondolom 10 darab. Itt van a C-s, mekkora kábel jár hozzá. Jó minőségű, és itt van a töltőfejünk is, ami ez az átalakítós cucc, fiúk, lányok. Tehát tudjátok használni a brittet, vagy az EU-sat. Rajzolni akarok. Még a töltés? Tök minden még bedugom. Hú, vakom. Van már képünk. Szerintem le volt merülve a... Wow! Erre nem számítottam. Szóval akkor ezzel úgy tudsz rajzolni, hogy ez egy kijelző. Ezért van rajta két C. Azt a kurva! Ma bocsánat. Hát ez nagyon menő. Ezt nagyon király húzni rajta. Az a baj, hogy itt az én véleményemre kell hagyatkoznatok. Nézzetek, milyen gyors az input. Tehát, hogy így nagyon jó. Nagyon kényelmes húzni rajta ezt a ceruzát. Itt is ez a 60 fok frankó működik. Itt a tabletem van egy ennyi visszajelzés, hogy ilyen kis célkeresztet rak nekem a toll végéhez. Sőt, ha már ilyen közel érintem, mennyi ez, 15? 15 mm kb. Már van egy ilyen visszajelzőm, itt szerintem itt nem látszik semmi, de itt ez így nagyon jó. Hát ez elég király. Őszinte leszek, engem mind a kettő lenyűgözött. Nyilván ezen egy icipicit jobbnak érzem a ceruzát, mint azon, de valószínű, hogy azért, mert másabb a nyomás érzékenysége. Fiúk, lányok, látjátok, hogy én ilyen zavart lelkű művész vagyok. Én ennyit tudtam kihozni ezekből a tesztekből, viszont nagyon érdekelne, hogy egy profi mit szól ehhez, úgyhogy segítségül hívom a grafikusunkat. Itt is vagyunk, fiúk, lányok, folytatjuk tovább Eszterrel. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásom. Sziasztok! Ne izgulj, minden rendben van. Eszter amúgy nagyon sokat segített nekem. Grafikus, Eszter. Igen. Gamer. Podcastban már láthattátok. Hula jó arc, imádom. Köszönöm. És nagyon ügyesen rajzol, mert hát grafikus. És Eszter nagyon sokat segített, mert az előző munkáján nagyon sokat foglalkozott amúgy vakum táblagépekkel. Remélem, lehet, hogy ennek kommentek mi. És felraktuk itt már a Vacuum Centert, itt megy a felvétel, közben majd látjátok ti is, és nekem tök érdekesség volt, hogy mutatja a tájolását, ahogy most van a, ez a pentable médium. Ugye a Bluetooth az ki van kapcsolva, vagy azt lehet, hogy be kell állítani akkor, mutatja az aksit is, illetve ami nekem a legjobban tetszik, és azt használtuk is, mert nézegettem, hogy ahogy a Vacuum Center program tartalmaz oktató videókat, tehát hogy ez nem csak a levegőben van mondva, hogy majd lesz valami, hanem ez itt van, ez kész van. Illetve a videót úgy folytatjuk tovább, hogy láthattátok már az én gyönyörű paint tudásomat. Eszti fog most egy kicsit rajzolni vele, közben én meg kérdezgetlek, jó? Eszti, jó. Közelebb rakom. Mindegy igazából, csak a töltője volt. Jó, ami kérdésem feléd, nyugodtan állítsd át feketére, igen, hogy neked otthon milyen van? Tehát van otthon ilyen vakuum tabletted? Igen, nekem vakuum Intuos 16-on van, az kijelzős? Igen, az is kijelzős. Én pedig már 16-szalos full HD, és bocsi. 16-szal? Uh-huh. Akkor ezért kicsi. Ezért, aha, igen, jó. Ezért kicsi nekem az. Jó, én ugye használtam már ezt a belépőt, a nagyon belépőt, és ugye már mondtam a videó elején, hogy nekem nagyon tetszett ennek a visszajelzése. Te hogy érzed? Tehát milyen a ceruza? Ceruza nekem nagyon tetszik, mert vékonyabb, kompaktabb, könnyebb. Az, a hegye az nagyon érdekes, az tetszik, hogy nem csúszik össze-vissza, hogy nem tudom. És nem. Milyen a visszajelzése neki? Majd a gyors. Nagyon gyors. Jó, most csak firkálgatok, csak kipróbálom, de... Ja, firkálgatok, csak a te véleményed többet számít, mert te használsz ilyeneket. Igen, de tényleg nagyon jó. A nyomás, azt kipróbálod? Itt megnézzük a nyomást. Igen. Jó a visszajelzés. Azt nézem, hogy a mappingja is tök jó a tollnak, hogy ahogy rajzolsz, és így a térlátásoddal így visszarakod a ceruzát, azt tök jól néz ki, hogy így vissza... Igen, hogy ugyanoda megy. Ha ugyanoda megy, nem kell még várnod egy kicsit, igen, hogy visszamenjen. Igen, nagyon gyors. Fun fact, amíg rajzolsz, itt van nálam a gyűrű, szerintem itt szorongatom a egy-két perce. Rájöttünk, hogy ez mi fiúk, lányok. Van benne egy kis vájat, és ez így ez így arra szolgál, hogy ki tudsz szedni. Ja, ez ehhez volt? Aha. Azt nem tudtam. Engem az érdekel, hogy ez micsoda, ez a lyuk. Szerintem kústartót lehet beletenni, nem? Vagy...
Mert ez nem töltős. Tehát igen, ne, azért nem értem, kellene, hogy miért van rajta ez a lyuk. Tehát, hogy akkor csak marad házi feladat a kommentre. Na, nem baj. Ugye van rajta két gomb is. De az ugye be tudod állítani igen, de az oda-vissza, de azt most nem állítottuk be. Igen. De nem tudom, hogy ez a ceruza, ez nagyon tetszik. A régiek azok ilyen ormótlanok voltak, és bénak. Meg ott a hegyük volt, nekem a hegy tűnt ilyen gagyinak. Igen, az a műanyag tehát, hogy így, és hogy így úgy éreztem, hogy ha nyomás miatt így meghúzom jobban, akkor így lehet, hogy eltörik. Igen, meg ugye ott mindig el kellett mondani, hogy a ceruzát forgassák rajzolás közben, ne csak az egyik oldala kopjon, mert ugye hegyesre kopik, és utána karcolja a felületet. Ez meg ugye már nem garanciális. Hoppá, fiúk, lányok, hoppá. Igen, ha felsérted, mondjuk még talán ennél nem, ennek ugye lehet cserélni a kijelzőjét, de a kijelzősöket, ugye mint a másiknak, ha te ezt végig karcolod, az már nem garanciális, nem cserélik. Mondjuk ugye erre van a fólia. Ezekre sem fóliát venni? Igen. Wow. Nekem amúgy elég masszívnak tűnt a felülete. Ami még felét kérdésem, miközben kicsit itt sketchelsz, hogy úgy reklámozza ezt a vakom, hogy megpróbálja a toll, vagy ceruza és a papírérzést visszaadni. Mennyire jön át neked ez, ez a ennél, ennél nagyon. Mondom, tökre olyan. Tehát nem csúszik le. Érzem, ezt hallod, de te is lehet hallani ezt, ahogy igen, így serceg. Most bocs, most beleizeltem, nem baj. És ez tök jó, tényleg olyan, mintha nem is papírra, de valami hasonló, és ez a jó. Igen, fun fact, amikor megkerestem ezt itt ezzel a videót lettel, mondta, hogy úristen, kijelző nélkül ilyen izét, vackot, és akkor így... Engem becsapott a van név, mert én azt hittem, hogy ez a by van vakom, vagy van by vakom, vagy mi a neve, igen, van by vakom, és ugye az, hát az egy ilyen nagyon belépő szintű kijelző nélküli, és azt nem is szoktuk, nem is ajánlottam soha rajzolásra, mindig csak... Ezt amúgy ajánlanám? Ezt ajánlanám. Ú, ezt igen, tehát ez nagyon jó. Ez tetszik tényleg. Jó, most megint meg csak firkálgatok, mert mindig zavarba vagyok. Ne izgulj. Tehát ezzel meg vagy elégedve. Igen, ezt örömmel hallom, mert én is meg vagyok elégedve. Nagyon kellemes csalódás eddig ez igen, a vakumos projektünk. Viszont ugye neked kijelzős van. Igen. És abból is jött egy új, viszont ez nem Intuos, ezt kihúzom. Direkt nem Bluetooth-on használjuk most, srácok. Szintik, nekem szintik van. Én mit mondtam? Nem tudom. Nem látod, mert ebben zavarba vagyok. De ez is vakonvanos. Ez ugye egy screen csak, itt van hozzá a kis tollacska. Igen. És amit néztünk még, nem tudom, hogy elmondtam az elején, de egy nagyon menő C-s kábel tart. Ez egy 5 GB per szekundumos 60 wattos C kábel, ami szerintem nagyon menő, hogy nem egy ilyen elspórolt olcsó cucc. Itt vannak a settingsek, és rögtön itt van a using the pen. Aha, és ott van, hogy tudod beállítani a tollat is. Ja, látod, igen. És akkor visszamegyünk. Húzd már egy vonalat, hogy most működik, mert lehet, hogy újra kell. Rögtön működik. Működik. Ennek már kicsit csúszósabb a felülete. És jobb érzés azért kijelzőn rajzolni? Kijelzőn jobb, de ugye itt most viszont ott van az, hogy csúszik, amit mondtam, hogy annál nincs, és az sokkal jobb érzés. Biztosabbnak érzed, hogy ezt a vonalat addig húztál, ameddig akartad? Igen, az papírosabb hatású volt. Tehát ez jó, hogy ugye oda nézek, ahova rajzolok, viszont annak jobb volt a felülete. Mi érdekesség, hogy ugyanaz a ceruza, ugye? Igen, ugyanaz igen, járt hozzá. És régen ilyen nem volt a vannál, tehát hogy a vakon vannak az előző szériánál még butított ceruza van, ugye? És a szintikhez jár már a Propen 2, ami magasan jobb, tehát ugye a nyomásérzékelése ennek 4096, annak meg mit tudom én 8000 valamennyi. Az a legnagyobb, igen. Igen, az a legerősebb. Tehát az mérföldekkel érezni a de különbséget a két ceruza között. Látom. Nézd meg itt is a nyomást, hogy... Aha. Igen, érzem. Az úgy menő. Nagyon jó. Hát ez annyi, egy kicsit haladósabban tudsz haladni, nem kell annyit nézegetni. Bár láttam olyan videókat, ahol a művész az úgy nyomta a kijelző nélkülivel, mint hogyha meg se tört volna az egész folyamat, tehát van, aki nagyon profin tudja nyomni. Igen, azokat én is irigylem. Hát ugye annyi előnye van ennek egy iPad-hez képest, hogy itt ugye a kedvenc szoftveredet tudod használni, tehát nem kell egy külső eszközre még előtelepíteni, nem függsz a háttértáltól, mert rögtön a munkagépedre mented. Igen. Nyilván tehát... megvan mi az iPad-nek is az előnye bizonyos szempontból, tehát az egy kicsit multifunkcionálisabb, tudsz rajta filmezni is, meg minden, de kellemes csalódás nekem is. Igen, és ott tudom általában, egy termék jó, hogy valaki így elveszik benne több percekre, imádom amúgy, tehát hogy ez így marha jó. A kettő közül melyiket ajánlanád amúgy? Nagyon sokan, például ugye az előző munkában is volt, aki azt mondta, hogy a papírérzést keresi. Uh-huh. Tehát, hogy neki kell ugyanez a sercegés, ez az ellenállás, amit én is mondtam, neki biztos, hogy azt ajánlanám. Uh-huh. De aki mondjuk már dolgozott vakommal, és hozzá van szokva mondjuk ehhez a kis csúszáshoz,
annak őt ajánlanám belépő szintűnek. Ez ugye tök jó visszajelzés, mert ilyen szempontból akkor a különbséget nem kell tennünk a két eszköz között, és mind a kettőt nyugodt szívvel ajánlja Eszter nektek. És az a vicces, hogy amúgy nekem ugye kijelző sem van otthon, de inkább azt használnám. Igen, én inkább azt használnám. Annyira tetszik ez a... ez az ellenállás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hú, nem tudok rá szót. Most. Ez a papírabb érzés. Igen, aha. Igen, ez annyira tetszik, és én amúgy a Propen 2-höz kétféle hegy van, ugye van egy műanyag, amit kapsz hozzá, és van egy textil, azt hiszem, fehér hegy. Én azt vettem direkt külön, mert ugye annak is van egy ilyen kis ellenállás, az sokkal papírabb hatás, mint, és én azt használtam otthon. Azzal se az igazi, mert még csúszik, de sokkal jobb. De, és még egy kérdésem van, mert eszembe jutott, hogy neked 16-os van, ennél zavar a 12? Tehát, hogy igen, el tudnád viselni a nem, ennek zavar, hogy igen, nem értem, miért ilyen pici. Sőt, ez ugye 11,6-os amúgy. Most utána néztem, 11,6-os. Igen, mert te kiütöttél egy csomó infót, az megvan valahol? Igen, nagyon cuki, ugye nem találtunk infókat az elején. Melyik az eszti? Ez az, ez a 11,6 ági üveggel rendelkezik, 99% az sRGB színhűsége, 2001-hez a kontrasztaránya, illetve, mivel ugye mondtam, hogy ez a megfizethető kategória, már inkább hívnám középnek is, mert ugye van ennél kicsit olcsóbb is, van ennél drágább is. Mi az, amit hiányolsz a két eszközből? Elmondhatod egy egyesével is, vagy mi az, amit úgy éreznéd, hogy jobb lenne vele a munka? Hát például ugye a kijelzősökhöz mindig van láb, vagy egy külön tartó, amire rá lehet ugye fektetni. Én nem találtam a dobozba. Nem? Nem volt. Azt nem tudom, hogy lehet venni hozzá. Na, azt én se tudom. Mert ott néha vannak ilyen OM harmadik fél megoldások, hogy egy tok, és akkor azt így behajtod. Igen, de igen. Akkor alapból egy lábnak örülni hozzá. Igen, mert van. Tehát még az enyémben is van beépített két kicsi lábacska. Mondjuk nem használom, mert az ölembe szoktam használni, és lehet, hogy ennek pont azért nincs, mert hogy annyira kicsi, hogy úgy vannak, és ugye USB-C, és hogy mondjuk ez 12-es, még akár egy kézbe is meg tudod fogni. Igen, tehát, igen. Tehát, hogy én nem tudom, lehet. És akkor ő pedig jól van így, ahogy van, ugye? Nem, nekik nincsen, igen. Nekik nincsen. Mert tetszik amúgy ez a fehér dizájn, jól nézik. Igen, szép a dizájn, én egyszerű, letisztult, modern külseje van, szerintem. Jó van, köszi Eszter, hogy megnézted, rajzolgass nyugodtan, nem is zavarlak. Fiúk, lányok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, jöhetnek a kommentek, írjátok le, hogy nektek melyik tetszett a kettő közül a legjobban, és találkozunk legközelebb, lehet, hogy vakamos videóban, lehet, hogy Eszterrel. Legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!